A város legfontosabb híreinek összefoglalóját, a Pécs TV híradóját látják, köszöntöm nézőinket. A kis és középvállalkozások továbbképzése volt a célja annak a beszállítói programnak, amit ma délelőtt írt alá a négy pécsi stratégiai befektető és beszállító, valamint a Baranya-megyei Vállalkozói Központ. A kartát aláírta az Elkotek, a Nokia, a Hauni Szopianna gépgyár, illetve az Ensztó Plasztik. Ők ezzel is kifejezik támogató szándékukat, és egy eszközt látnak abban, hogy a beszállítói partner kapcsolatban érintett hazai kis- és középvállalkozások műszaki, gazdasági teljesítő képességen növekedjék. Ezek a befektetők eddig nem a hazai beszállítókat alkalmazták, hiszen a minőség nem volt megfelelő. Világosan kell látni, hogy akik már megtapasztalták ezt a kihívást, és nem tudtak eleget tenni bizonyos követelményeknek. Két út áll előttük, egyrészt megvizsgálni azt, hogy vajon miért utasították őket el, mi volt a legfontosabb gyengeség, amiatt nem jött létre a kapcsolat, és meg kell próbálni saját erőből vagy támogatásból ezen órán lenni. Az egyik programelem pont ez, megvizsgálni azokat a hiányosságokat, ami megakadályoz egy partnerkapcsolat létrejöttét, és ehhez hatékonyan egyfajta segítséget nyújtani különböző programok lévén, ami lehet oktatás, képzés, továbbképzés. A program keretein belül megvalósuló fejlesztése következtében a kis- és középvállalkozások versenyképesebbé válhatnak, a multinacionális, valamint a Magyarországon működő más hazai, külföldi vagy illetve közepes vállalatok beszállítói piacán. Kedvező hírekkel érkezett a tegnap délutáni önkormányzati érdekegyeztető tanácsülésére a munkaadói oldal, így a nem pedagógus közalkalmazottak kilátásba helyezett sztrájkjára nem kerül sor. Mint azt a Városházán Újvári Jenő alpolgármester bejelentette, a bérfejlesztési igényeket kielégítik. Így az 1999-es évi 16+3%-os pedagógus és a 13%-os nem pedagógus közalkalmazotti béremelést az önkormányzat beépíti a költségvetésébe, melyet február 18-án tárgyalnak, és az elmaradt pénzeket január 1-től visszamenőleg fizetik ki. Bár a fejlesztéshez szükséges növekményt a kormánytól nem kapták meg, a Költségvetési Bizottság legutóbbi ülésén határozott a megvalósítás körülményeiről, mely közel 1 milliárdos hitelfelvételt tesz szükségessé. A döntés, mely több mint 8000 közalkalmazottat érint, megelégedést váltott ki a reprezentatív szakszervezetek képviselői körében. Arányi nézetkülönbség van közöttünk most már csak, a kivitelezés mikor kezdődjék, az önkormányzati oldal április 3-ai ajánlattal érkezett, a munkavállalói oldal ragaszkodna a március 3-án már realizálódó bérfejlesztések kivitelezéséhez. Rövid megbeszélés után a városvezetői garanciát vállaltak a március 3-án történő kifizetésre. A kivitelezés módját és a technikai feltételek megvalósítását illetően az önkormányzat az intézményekkel és a TÁKISZ-szal igyekszik minél előbb felvenni a kapcsolatot. Ismét felröppent a hír, influenza járvány közeleg. Az influenza az embert ágyba dönti, magas lázzal, végtag fájdalommal jár. Szakemberek szerint azonban térségünkben nincsen ilyen járvány, egyéb légúti megbetegedés viszont van bőven. Az ANTS február 1-től rendelte el az influenza jelentést, vagyis a járványról konkrétabb adatokat csak jövő héten tudhatunk meg. Pillanatnyilag, tehát influenza járványszerű előfordulása nincsen. Valószínűleg, hogy egy-egy influenza-szerű megbetegedés, de ezt hétfőre tudom meg pontosan, a pontos számot is, ezek előfordultak már ezen a héten is, de a gyerekorvosi hálózat jelentése alapján, tehát inkább ilyen náthás megbetegedésekről és egy-egy elszólt esetről van csak szó. Egy kisebb járvány azonban biztos, hogy lesz, de az is elszórtan. Ez a felnőtteknél ritkábban fog jelentkezni, inkább a gyerekek, a fiatalabbak kaphatják el a vírust. Egy-egy ilyen influenza általában áprilisig szokott lefutni, ezért a gyógyszertárakban kapható oltást érdemes beadatni. Ruppert Ferenc elmondása szerint a védőoltás tartalma megbízható anyag a védelemre, mert a betegséget okozó A és B vírus ellen nagyon hatékony. Ezen kívül új vírustípus mindezidáig nem jelentkezett. Meskó Sarolt, a tüdőgondozó vezető szerint sem beszélhetünk még influenza járványról. Nagyon nagy volt az elmúlt héten a forgalom, lényegesen nem volt nagyobb, mint az ilyen időszakban szokásos, amikor általában a ködös idők és a kezdődő vírusinfekciók mindig megszaporítják a légzőszervi betegségeknek a számát.
Az elmúlt napokban eddig soha nem tapasztalt mértékben gyúsult fel a város levegőjében a kén-dioxid. Azonban a tüdőgondozók betegforgalmában a légszennyezettség nem okozott jelentősebb emelkedést. Az ANTS jelzései nyomán a hőerőmű előbb csökkentette termelését, később leállította az egyik blokkot. A Kodály Zoltán utcai mérőberendezés a 30 perces határérték 6-szorosát regisztrálta. 1996-ban a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, a Tűzoltóság és a Vízügyi Igazgatóság szakmai véleményével döntött a Kővirág utca rendezési tervének módosításáról. Azok viszont, akiket közvetlenül érint a kérdés, tehát az ott élő emberek nem örülnének a változásnak. A Kővirág utca jelenleg Zsák utca. Az 1996-ban született döntés értelmében már nem sokáig az utcát megnyitják a forgalom előtt. A lakosság kérésére most a másik fél is meghallgattatik. Azért is jöttünk el, mivel úgy érezzük, hogy a döntés nem volt megfelelőképpen előkészítve, nem történt meg az, amit a polgármester úr is mostanában mindig emleget, hogy azok bevonásával történjen meg a döntés, akiket érint. Mi ezt nagyon fontosnak tartottuk. A helyieket nem a közlekedés zaja zavarná leginkább. Amennyiben a Zsák utca megnyitására sor kerülne, úgy kisajátítással megvásárolná a város azokat a telekrészeket, ahol az új út épülne. Amennyiben elveszik, megbénulunk, az unokáink nem tudnak az udvarba játszani, nem tudunk az udvarba kijönni, tehát semmit nem tudunk csinálni. Ez olyan lesz, mint egy bérház, ahol lakni lehet és használni nem lehet az ingatlant. 1998 nyarán a Kővirág utca lakói levelet írtak a Városfejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Közlekedési és Kommunális Bizottságnak. A tisztelt iroda, a polgármesteri hivatal városfejlesztési irodája azt mondta, hogy helytálló ez a rendezési terv, marad így, és pillanatnyilag nem sajátítják ki. És mi az, hogy pillanatnyilag egy hivatalos levélben? Ma nem, holnap már igen? A problémát bonyolítja, hogy ezen a területen folyik egy patak, amely átmegy Blaskó József az egyes számú ház tulajdonosának telkén. Ő az egyetlen a környéken, aki örülne a Kővirág utca megnyitásának. Én valamikor 20 évvel ezelőtt építkeztem ide, és egy hídbejáratot építettem szabályos építési engedéllyel. A híd engedélyezése az hibás volt, ahogy utólag kiderült. Az akkori városi tanács olyan híd engedélyezését tette meg, ami egy magánterületre érkezik. Ennek ellenére ezt a hidat Blaskó úr 14 évig használhatta. Egészen addig, míg a szomszédos telek tulajdonosának ki nem adtak egy engedélyt kőfal építésére. A fal megépült, eltorlaszolva a kijáratot. Ha megnyitják az utcát, az új út itt haladna, és lebontanák a falat. Blaskó úr már csak annyit szeretne, hogy térítsék meg a kárát, tehát bontsák fel a hidat, és vezessék ki a már meglévő útra. A végleges döntés még nem született meg. Minden esetre érdemes aprólékosan körüljárni a témát, hiszen egy több millió forintos beruházásról és az ott lakók életkörülményeiről van szó. Most én csak a tényeket mondanám, hogy... A sportcsarnok környékén lakóknak igen nagy bosszúságot okoznak az arra közlekedő teherautók. A helyzeten némiképp javíthat az a szabályozási terv, amit múlt héten fogadott el a pécsi közgyűlés. Ez a rendelet viszont a volt épfutelephely jelenlegi tulajdonosainak felháborodását váltotta ki. Az Est és a Bolygó utcák lakói évek óta panaszkodnak a közeli telephelyre tartó nagy tömegű kamionok zaja és füstje miatt. Egyrészt az, hogy berezonál az egész lakás, amikor a nagyobb gépek elmennek. Másrészt az, hogy igen gyakran előfordul, hogy szeretnék menni kocsival, és egyszerűen képtelen vagyok kiállni, mert ott állnak benne a kapuban. És hiába mondjuk, mert ők se tudnak elállni, mert végigállnak az egész utcában a kamionok. Szerinted megoldás lenne erre a helyzetre, hogyha az Ifjú Munkás utca felől nyitnának egy új kaput? Nekünk mindenképpen. Hát igen, a megoldás talán ez lehetne. A telephely nyugati oldalánál lévő Ifjú Munkás utcából egy új kapu megnyitása. Ezáltal lényegében azt az óriási forgalmat lehetne szabályozni, ami itt az Est utca és Bolygó utcán zajlik nap mint nap a nap 24 óráján keresztül. Tehát lényegében itt visszakapná ez a terület a lakóterületi funkcióját. A területen működő cégek vezetői szerint a terv kivitelezhetetlen és erősen sérti az ő érdekeiket. Az új bejárati elképzeléssel alapvetően az a gond, hogy a rendezési terv elképzelése szerint a javító csarnoknak a teljes déli
vonala lezárásra kerülne, így funkcióját tekintve a csarnok nem használható. Mert a járművel nem lehet a kihajtást biztosítani, a rákanyarodást az útra. Meg hát így első ránézésre, miután most látom először ezt a rajzot, maga a kijelölt út nyomvonalai szélessége is a jelenlegi közlekedési igényeknek nem felel meg. Egy biztos, a döntés megszületett, és ha minden a tervek szerint halad, akkor ez az ajtó majd itt lesz. Pécs legtöbb adót fizető cégeinek képviselőit fogadta tegnap a Városházán dr. Toller László polgármester. A több mint két órára nyúlt tájékoztatón a meghívottak értesültek a város jelenlegi helyzetéről, valamint a megvalósítandó feladatokról. Ez az első ilyen találkozó, ahol a vezető vállalatok képviselői konzultáltak a város vezetőivel. Itt megjelent a Dédász, a pécsi dohánygyár, a Sörfőzde, a Nokia, az Elkotek, a Zsolnai porcelángyár, illetve a Dédégáz vezérigazgatója, akik nagy erőlelépésnek tekintették a jövőbeni rendszeres egyeztetéseket, mivel így felgyorsulhat a térség fejlődése. Mint dr. Toller László polgármester elmondta, új típusú várospolitikát igyekszik megvalósítani, melyben nagy szerepet kaphatnak a jövő gazdaságának irányítói. A városi iparűzési adó bevétele az utóbbi 8 évben közel háromszorosára nőtt, ami 1998-ban elérte a 2 milliárd forintot, ebből a pécsi dohánygyár RT tavaly 170 millió forintot fizetett. A város vezetése szeretné a romló költségvetési helyzetet konszolidálni, és hatékony vagyongazdálkodást kialakítani. A polgármester a megbeszélésen ismertette a legfontosabb beruházási feladatokat, mint a Pécs-Pogányi repülőtér fejlesztését, ami 400-500 millió, az Ágoston tér rendezését, ami 185 millió, és a déli autóbuszpályaudvar megépítését, ami előreláthatóan 400 millió forintba fog majd kerülni. Valamint felhívta a figyelmet a megjelent cégeknek, hogy a jövőben jobban támogassák a városi kultúrát és az ez irányú rendezvényeket. Tegnap már foglalkoztunk a kutyatartás szabályaival. Kíváncsiak voltunk, hogy vajon be is tartják-e ezeket, különösen a város utcáin, hiszen kutyát sétáltatni nagyszerű dolog. A kedvenc megkönnyebbülhet, a gazda pedig jót sétálhat, friss levegőt szívhat. Már ha elég messzire megy a kutyus megkönnyebbülésének helyétől, de a dolog azért nem ilyen egyszerű, ha szabályosak vagyunk. A kutyaszél sétáltatást csak úgy lehet megoldani, hogy minden kutyára előírás a póráz. Most 45 centi marhamagasság után kötelező a szálkosár is, de különösen veszélyes kutyákra, például pitbull vagy boxer vagy akármilyen nagyobb testű kutyára, ott fém szálkosárral kell, folytonyakörvel és egy másfél méternél rövidebb pórázzal kell tartani a kutyát. Nagyon fontos még az, hogy a kutyasétáltatáshoz szükséges a kutyaszett, amivel föltakarítják a kutya körülékét, de ezt meg lehet oldani például nájlonzacskóval is, akár kifordítják. Ha nincs zacsi, vagy valami egyéb, akkor gáz van. Ez köztisztasági szabálysértésnek minősül. Helyszíni bírsággal lehet ezt elvirálni. Ez 500-tól 2000 forintig terjedhet, és esetleg, hogyha kicsit továbbfokozódik a dolog, akkor feljelentést is lehet alkalmazni. Ha nélkülünk ismerkedik kedvencünk a világgal, akkor esetleg számíthatunk nem várt látogatókra is. De sokkal jobb, ha együtt keresünk valami tágas helyet, jól felszerelkezve. Én megmondom őszintén, hogyha a kutya a kutyának kijelölt helyen fut, és ott fű van, nem emberek vannak, nem gyerekek játszanak, ott nem mindig szedem fel a kutyának az ürüléket. De ahol gyerekek vannak, ahol flaster van, ahol emberek élnek, minden kutyásnak legyen a zsebében egy nájlonzacskó, hiszen ez máma nem pénzt kérem, hát a közérben nem egy mindent ilyen beadnak, hát tele van a zsebem vele. Akkor fölfogja az ember, az beleteszi a legközelebbi szemetes kosárba. Ez kötelessége. Ha mindenki így gondolkodik, akkor sokkal kevesebb kutyagumit kell majd kerülgetnünk a városban. Híradónk végén a legfrissebb tőzsdei információk következnek a Duna Invest jóvoltából. A vonalban Kababik József, fiókigazgató, üdvözlöm. Jó napot kívánok, köszöntöm a híradó nézőit. Kismértékben ugyan, de emelkednek az árak a budapesti értéktőzsdén. A Bux Index 72 pontot, azaz 1,1%-ot erősödött és 6507 ponton áll ebben a pillanatban. A forgalom talán mintha egy picivel nagyobb lenne, mint tegnap, a MOL-ra 2,5, a MATÁV-ra pedig 1,3 milliárd forint értékben születtek kötések. A vezető papírok közül a MATÁV 0,6%-ot erősödött mindez idáig, 1350 forinton áll ebben a pillanatban.
1,5%-ot erősödött a MOL, 6035 forintot ér most a papír, lényegében stagnál az OTP, 11830 forintot adnak most a bank óriás részvényeiért. Jól szerepelnek a vegyipari papírok, a Borsodkem 1,7, a TVK pedig 2,6%-ot erősödött, az előbbi 5130, az utóbbi pedig 2900 forintos árfolyamon van most. A Danubius 4500, az Aegis 4250, az Inter-Európa 9500, a Nabi 3600, a Rába pedig 1685 forintot ér ebben a pillanatban. Ennyi optimizmus uralkodik a világ tőzsdein, tegnap a Dow Jones 81 pontot emelkedett, egyébként a brazil tőzsde is csak nem 4%-ot erősödött. Ma a Nikkei 156, a Hang Seng pedig 146 pontot erősödött. Most Európában folyik a kereskedés, a London tőzsdén 0,6, a német tőzsdén pedig 1,5%-os emelkedés volt. Egyébként a francia tőzsde is kb. 80 pontot emelkedett mindez idáig. Köszönjük szépen! Kérem! A város legfontosabb híreivel a Pécs TV híradóját látták munkatársaim nevében is. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk!